A Gólyahír Egyesület eddig 888 gyermek nyílt örökbefogadásában segített országszerte 18 éves működése alatt. De az örökbefogadás mellett segít azoknak a kismamáknak is, akik élethelyzetükből adódóan nehézséggel küzdenek a gyermekük felnevelésében. Erről a Gólyahír Egyesület megyei képviselője beszélt 35 perc című műsorunkban. Jávorné dr. Erdei Renáta elmondta, az Egyesületet védőnők, trénerek és pszichológusok csoportja alkotja. Ugye változóak az élethelyzetek, változóak a segítségnyújtási formák is. Nagyon sok függ attól, hogy milyen korú a várandós például. Vannak olyanok, akik már azzal a kifejezett szándékkal jönnek az Egyesülethez, hogy ők szeretnék nyíltan örökbeadni a gyermeküket, és ebben kérik kifejezetten a segítséget. Természetesen elmondjuk nekik, miután feltártuk a helyzetet, hogy milyen más segítségnyújtás jöhetne szóba, de el kell mondanom, hogy az esetek többségében ezek szilárd elhatározások, és nagyon kevésszer találkoztam azzal az esettel, amikor ettől a szándéktól eltért a várandós. Habár a legtöbb esetben az örökbefogadás révén keresik meg a védőnőket, más szolgáltatásokat is nyújt az Egyesület. A szociális ügyek intézése mellett magzatvédő vitaminokkal is tudják segíteni a kismamákat, valamint szükség esetén egy úgynevezett krízisszállóban is el tudják helyezni a várandós anyukákat. Az Egyesület nyílt örökbefogadást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy az életet adó anyuka és az örökbefogadó család legalább egyszer találkoznak a várandóság időszakában. Ez azért jó, és szerintem az egyik legnagyobb előnye abban van, hogy már újszülött korban az örökbefogadó szülőhöz kerülhet a gyermek, tehát egyből szerető családba kerül, a kötődés megfelelően tud alakulni, és ez nagyon pozitív a gyermek későbbi élete szempontjából. Tehát ez egy jó eljárás, én azt gondolom, de természetesen nem mindenkinek ez a megfelelő. A társadalomban még napjainkban is él az ítélkezés a nyíltan örökbeadó anyák felé, hangsúlyozta Jávorné dr. Erdei Renáta. Hozzátette, mindazonáltal az Egyesület álláspontja szerint ezek a kismamák bátrak, és azért keresik meg az Egyesületet, mert a legjobbat szeretnék, amit ők saját élethelyzetükben nem tudnak megadni gyermeküknek. Alapvetően, ami biztos, hogyha nem egy titkolt terhességről van szó, akkor a gyermekágyas időszakban ugyanúgy, mint egyébként a védőnő az, aki támaszként ott van ezek mellett, a nők mellett, de lehetőségként, hogyha ő segítséget szeretne kérni, az Egyesületet természetesen megkeresheti, és a megfelelő szakemberhez tudjuk őt irányítani. Az Egyesület képviselője azt is elmondta, 2015-ben lépett érvénybe az úgynevezett 6 hetes meggondolási periódus. Ennek értelmében a 6. hét végéig nyilatkozhat úgy az életet adó anya, hogy ő mégsem szeretné örökbeadni a gyermekét. A Gólyahír Egyesület elérhető az ingyenesen hívható országos krízisvonalukon.